Lukács evangélium 13. fejezetében a 6-tól 9-ig van egy példázat. És ezt a példázatot mondá vala egy embernek, egy fügefája szőlőjébe ültetett be, és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem találja. És mondd a vincellérnek, imé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vág ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelve mondanék ki, Uram, hagyd békét neki, még ez esztendőben, még körös körül megkapálom, és megtrágyázom. Ha megkapálod, akkor az mit jelent? Hogy a gaztól megtisztítod. Azt mondja az ige, a 13.9-es, és a gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, ezután vág ki azt. A Máté 13.23 azt mondja, tehát ez a főigénk a gyümölcs termésre. Ugye, mert volt egy fügefa a szőlőbe beültetve, és nem talált a gazda gyümölcsöt rajta. És ott volt a vincellér, és azt mondta a gazda, hát 3 esztendeje járok már ide, és semmit nem nő ez a fa. Nem akar gyümölcsöt hozni elsősorban, mert lehet, hogy nőtt, vannak levelei. Néhány ember az ágaival próbálja elfedezni a bibliai hiányosságát, és ha egyszerűen beszélünk az igéről, akkor nem is tudja, hogy hol van, vagy egyáltalán nem képezte magát az igében. És azt mondja itt vincellér, azt mondja, hagyj Uram neki még békét, ez egy irgalom és kegyelem. Azt mondja, mi körös körül megkapálom, vagyis a tövisektől, ami akadályozza az ő szellemi növekedését, és megtrágyázom. És ugye, ha a gyümölcsöt terem jó, ha pedig nem, azt mondja vincellér, vág ki azt a gyümölcsöt. A Máté 13.23 azt mondja, amely pedig a jó földbe esett, az az, aki hallja és érti az igét, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely 30 annyit. Az a célunk, hogy akik ide jártó, és az évek óta így van, buzdítsunk, bátorítsunk benneteket, hogy nem azért járunk csak, hogy egyik fülünkön ki, a másikon be, hanem Isten igére éhesek legyetek, és növekedjetek, hogy mi a világból jöttünk, de nem úgy viselkedünk, mint a világ. Isten jellemvonásait öltözzük fel, és vigyázzatok, nagyon gonosz idők vannak. Ahogy elvesz egy rossz magot, másnap már aratod. Ez rá is, mindannyiunkra vonatkozik. Mindenkire nincs kivétel. A rossz magok aratása most nagyon gyorsan valóságba jön. Ugye megtapasztaltátok? Valami rossz magot elvetünk, megtapasztaltátok? Igen. Ugye? Mindenki ez. Ez nagyon komoly idő. A Márk 4.8 azt mondja, némely pedig a jó földbe esik, és áldva a növekedő és bővölködő gyümölcsöt, némely hoz vala 30 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 100 annyit. Némely, a 4.7 azt mondja pedig, látjátok, soha nem hozza ki a Szentírás X és Y-t, vagy ezt, vagy azt a fát. Most itt konkrétan persze beszéltünk a fügefáról, de némely pedig a tövisek közé esik, és felnevekedének a tövisek, megfojtják azt, és nem hoznak ugye gyümölcsöt. Miért? Mert a tövisek egyszerűen felfalják. Tehát vigyáznunk kell, a Jelenések 22.2-ben van az életfája, és ott 12 gyümölcsöt terem minden hónapban az életfája. 12-t, vagyis minden hónapban van egy gyümölcs rajta. És a Máté 5-öt azt mondja, hogy boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. És boldogok, akiknek szívük tiszta, ők Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, ők Isten fiainak mondatok. És ti vagytok a földnek sója, pedig a só megizetlenül miben sózzák meg. Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ha megnézzük ezt a csodálatos fát, az életfáját, azt mondja, hogy minden hónapban terem, és nem is szűnik meg a gyümölcsözéstől. Hát Isten ezt szeretné, hogy mi ne szűnjünk meg a gyümölcsözéstől. És tudjuk, hogy Jézus a Márk evangélium 11. fejezetben a 13-tól a 22-ig, majd oda is elmegyünk, tudjuk, hogy a fügefa elszáradt, hogy ment a tanítványaival, és a fügeérés ideje volt. És hatalmas lombjai voltak annak a fügefának, de semmilyen termés nem volt rajta. És tudnotok kell, hogy a fügefánál úgy van a termés, hogy a levéllel együtt terem a gyümölcs. Néhányan, akinek van ilyen fája, azt tudja, ugye?
Tudjátok ti ezt? Tehát együtt terem a kettő. Na most ezen ott volt a levél, de nem volt rajta semmi. És Jézus ezt ugye egy haszontalan gyümölcsnek látta. Márk evangélium 11. fejezet. Nézzük, 11-13-tól. És másnap, mikor Betániából kimentek, a 11-est is vegyük. És beméne Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel az idő már késő volt, kiméne Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, oda méne, ha talán találna valamit rajta. Tehát a levél ott volt, tehát azt jelenti, hogy a gyümölcsnek is ma ott kellett volna lenni. De odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találva. Mert nem volt, itt azt írja, hogy nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelően Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallát az ő tanítványai. Reggel pedig mikor mellette menének, látják valahogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. És Péter visszaemlékezve mondani neki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkozták, kiszárja. És Jézus felelvén mondani neki, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorj a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondod. És amit csak imádságotokban kértek, higgyétek, hogy mindezt már megnyertétek, és meglészen néktek. Nézzétek meg, Jézus mit mondott, legyen hitetek Istenbe. Tehát bármi, amire szükségünk van, nekünk hitünk kell legyen Istenbe. És a János evangélium 15.2 azt mondja, hogy minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, az atyám, ugye, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ez benne van a Máté 15.3-ban is, tehát 15.2.3. És a 15.8 ahhoz mondja Jánosban, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. A 9 azt mondja, amiképpen az atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket, maradjatok meg az én szeretetembe. Tehát maradjunk most előbb a vincellérnél, volt az embernek a fügefája, és te is, és én is, ugye, hát tulajdonosok vagyunk bizonyos szinten, amit Istentől kaptunk, és nem a magunké vagyunk, Isten szántóföldjén vagyunk bevetve, és Istennek célja van az életünkkel, tudjuk, hogy miért születtünk meg, hogy gyümölcsöt teremjünk. És ezt sok keresztény nem is érti igazán, hogy Isten szeretné, hogy mi fejlődjünk, hogy mi növekedjünk. Valójában a szánk is a tulajdonosa Jézusé, és neki vannak elvárásai. Mi nem véletlenül vagyunk itt, és ti sem véletlenül ültök itt. És szeretném, ha növekedne az jár is, és fejlődne. Akármilyen rossz magokat vett a környezet és a világ. Az az ördög munkája szeretné, hogy mi gyümölcstelenek legyünk, hogy ne növekedjünk, hogy ne fejlődjünk, mert valójában a gyümölcstermésben benne van a fejlődés és a növekedés. És szeretnénk, hogy minél több gyümölcs legyen, és hogy minél több ember legyen. És az Isten dicsősége. Tehát nem csak nekünk van elvárásunk Isten felé, de Istennek is van elvárása te felé. Te, aki itt vagy hétről hétre, hallgatod az igét, és itt vagy velünk, akár régóta, akár kevesebb ideje. Gyümölcs termésre vagyunk ítélve. Hát milyen gyümölcseink is vannak. Isten képes megváltoztatni minket, bármilyen rossz volt a múltban a gyümölcsünk. Van, hogy ahogy itt az ige, az igében a fa nem termel gyümölcsöt. Mit csinál? Csak foglalta a helyet. Isten szerinti jó gyümölcsöket kell teremnünk. Van, aki nem akar gyümölcsöt teremni, azért nem vagyunk felelősek. Nem vagy felelős a szomszédodért, a gyerekedért, akár itt a gyülekezetben bárkiért. Még én sem. Mert szabad akaratot hagyott Isten. És ha te nem akarsz növekedni, nem akarsz fejlődni, akkor ez egy hiába való dolog, mert hát Isten országába azért járunk, hogy fejlődjünk, növekedjünk. Gondolj vissza, hogy honnan jöttél. Ugye mindenki tudja, hogy mennyit változott mióta az Úr Jézus Krisztusban jár. Mennyit változtál? Sokat, nem? Aki nem változott, az megállt a fejlődésben. Na, erről szól az ige, hogy ha nincs gyümölcsünk, akkor végül is Isten meg akar kapálni, le akar rólunk vágni minden ugye, olyan ágat, ami nem
a fejlődésünket, a növekedésünket szolgálja. Isten egy féltő szerető Isten, és hogy mi dicsekszünk a családunkkal, a gyerekeinkkel, hogy intelligensek, és egyebek, és okosak, és szépek. Isten is szeretne veled és velem dicsekedni, hogy nem hiába való a Krisztusban való életünk, hanem a Krisztusban való életünk, ugye az egy fejlődő, növekedő, ránézve mindenki lássa, hogy ahogy ez a gyönyörű dal is mondta itt az előbb, hát rohannunk kell Istenhez. Isten meg tud változtatni, de csak akkor, ha akarod. Nézd meg, az atya olyan irgalmas volt a Vincellért, hogy azt mondta, hogy adjunk még egy évet neki. Hagy fejlődjön, hagy növekedjen, hogy a ába ugye megpucolja a gaztól és minden piszoktól, és eteti, tehát megtrágyázza. Mi pedig etetünk benneteket, mert nem csak kenyérrel éltek, hanem Isten igéjével is, ugye Máté 4:4 mondja. Vagyis Isten szerint jó gyümölcsöket kell teremnünk. Ez néha erőfeszítés, mert a jellemünket kell megformálni, és ez nem könnyű. Szeretünk mi a kényelmi zónánkban maradni. Szeretjük, ha jó, kényelmes a cipőnk, ha jó nagy, a kényelmetlen cipőket utáljuk, alig várjuk, hogy lerúgjuk magunkról, ugye? Hát kényelmetlen az életünk, amikor meg kell változnunk, amikor az atyánk foglalkozik velünk, és ugye azt mondja, hogy hát ebben meg ebben, fiam, most már le kéne tenned az aggódást, a kétséget, a félelmet, nem tetsző nekem, és úgyis az aggódás az egy bűn, tehát hogyan is tudom mi jó gyümölcsöket teremni, és hát a félelmek mindig megállítanak. A félelem az egy sötét előszoba, nekünk az Úr dicsőségébe kell menni, ezért kell rohanni az Úrhoz. Nagyon fontos, hogy az Úrral egy kis időt töltsetek. A hajnali órákban Istennel tartottam egy, hát nem többet, egy 3/4 órát, egy ilyen dicséret imádatban. Egy hajnali órában, amikor mindenki alszik, amikor nyugalom van a házban és mindenhol, és nagyon meghálált, olyan békesség, olyan nyugalom szállt rám. Olyan különleges dolog, amit az ember tovább tud adni az embereknek. Bátorítani szeretnélek, hogy keresd az Úr arcát. Sokat dolgozunk az Úrnak, de az Úrnak az is tetsző, hogy keressük őt, hisz Isten az ő dicséretei között lakozik, hogy bemegyünk az imaszobánkba, hogy föl tudunk nézni rá, hogy tudjuk őt imádni, hogy tudjuk őt dicsérni, hát hisz ő az a dicséretei között lakozik, hisz fent a mennyországban először is ott lesz a négy lelkes állat, a 24 vén, és ott lesz Jézus, és ott lesz a Szent Szellem, és az Atyánk a fő helyen, és hát ott hatalmas dicséret folyik, és imádás, és halleluja, és egyéb. Hát már jó, ha itt a Földön megtanuljuk dicsérni az Urat. És a dicséret mindig elvisz Isten elé minket. Ez egy gyönyörű dolog. Lehet dicsérni az Urat, be akarunk jutni az ő jelenlétébe. Mert néha kötelezettségek vannak, és csinálni kell az Úrban akár ezt, meg ezt. De tudjátok, az egy kötetlen dolog, amikor bemegyünk az imaszobába. Mindegy, hogy nem kell ünnepélyesen bemenned, de valami ünnepélyes pillanat lesz az, amikor te ott lecsendesedsz, és az Úr át tud téged ölelni, és te is őt. Ilyenkor tudunk közelebb menni az Úrhoz, és ilyenkor tudunk tőle kérni, vagy csak egyszerűen imádni őt, imádni és dicsérni. És Istennek ez tetsző, mert akkor a figyelmünk rá terelődik és ráfókuszál. Ilyenkor kizárjuk a családot, kizárjuk a kötelességet, kizárunk minden haragot, neheztelést, minden olyan dolgot, ami előmenetelünket és gyümölcs termésünket akadályozná. Isten jelenlétében a szeretet van, a dicséret van, a hálaadás van. Bátorítani szeretnélek titeket. Én is kaptam szép kijelentést 3/4 órai dicséret és imádat után. Annyira csodálatos az Úr. Olyan kegyelem szállt le rám ottan a hajnali magányban, és nincs jelentőség, hogy sötét vagy világos van. A te kapcsolatodat senki és semmi nem zavarhassa meg. Egy ilyen mély kapcsolatot kialakítasz az Úrral. Tehát bátorítani szeretnélek, hogy a kegyelem napja van, és nagyon fontos ez a példázat, hogy gyümölcstermésben előre haladottak legyünk, hogy gyümölcstermők legyünk, hogy ne meddő fák legyünk. Tudod, mi a meddő? Az, ami kiszárad, szikár, és nincs termés rajta. És ez egy haszontalan dolog. Valójában elgondolkoztam azon is, hogy az emberek, különösen, hát a gazdagok, de bármely nációnál
a kerteket, ha megnézzük, alig vannak gyümölcsfák. Alig vannak mindenki ezek a szép cserjéket, meg szép buxusokat és mindenféle fákat a kertjükbe. De az nem hoz gyümölcsöt. Az egy gyümölcstelen dolog. Szemed gyönyörködtető. De hol van az, hogy a utcai vándort meg tudják kínálni a termésükből, a kis cseresznyéből, megyből, bármiből, hogy le tudjanak szakítani az éhezőknek, hogy tudjanak. Ezek igazi gyümölcsök. Hiányoznak. Manapság nagyon gyönyörű díszkerteket látok, de sehol nincsenek gyümölcstermő fák, nincsenek kint a világban, sem Magyarországon, sem a falvakban, nagyon kevés. A gyümölcstermés nagyon fontos Istennek. Ez a példa, a vincellér példája azt mutatja, hogy te és én fügefák vagyunk, Istennek a tulajdonosa. És nem a magunké vagyunk, hanem Krisztusé, mert ő véren vásárolt meg minket. És Isten figyeli, hogy ki milyen gyümölcs termő. Ez a Galata 5.22-23 szerint milyen gyümölcsöket kell nekünk hozni. Szeretet, öröm, erről a gyümölcsről beszélek. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, ezek ellen nincs törvény. Törvény. Tehát Isten számára a gyümölcs nagyon fontos. Egyszer majd az Úr meg fog állni mindannyiunk életében, és azt fogja mondani, hogy na most elég volt. Most elég volt. Hagyjuk azt. De Isten szeretné, hogy addig is, amíg nem mondja, hogy elég, hogy közel az Úr, az utolsó idők elejé itt vannak. Az Úr már az is itt van, hogy megrázza a földet. Igen, nagyon megrázza a földet. De nagyon fontos, hogy ezek fájdalmas igék, amikor majd az Úr lezárja az ajtót, és nincs tovább, és a bolond szüzek kimaradnak. És milyen a mi mennyasszonyi ruhánk, gyümölcsökkel teljes legyen, ékes legyen, és ne legyen benne szeplő sömörközés. A földi életünknek akkor van célja, ha mi gyümölcsöt termünk Isten dicsőségére. Kérdés az, hogy milyen gyümölcsöt hozunk mi Istennek. Az Isten szerinti jó gyümölcsöt kell, hogy teremjél. Te is, és én is. Bármilyen rangban is legyünk, akár miniszter, vagy földbirtokos, vagy bármilyen gazdag lehetsz, de Isten szerinti gyümölcsünk, ha van, az jó. A többi gyümölcs egy kicsit hiába valóság, hanem Istennek a jó gyümölcseit alkalmazzuk az életünkre. Istennek jó terve van a számunkra. A cél az, hogy jó gyümölcsöket terem, Isten szerinti gyümölcsöket, és Isten ezt nézés számára fontos. Az nagyon jó, ha jársz a gyülekezetbe, de Isten szeretné, hogy növekedj és fejlődj, mert a Úr Jézussal megkaptad a szellem gyümölcsét, de abból növekedned kell, 30-60-100 annyit. Tehát amikor ültesz egy gyümölcsfát, mit vársz el tőle? Hát, hogy gyümölcsöt teremjen, nem? Ez az elvárásunk van. Mit gondolsz, Isten miért helyezte belénk a tervét a gyümölcsözésre? És olyan dolgokra használt fel, amely számodra értéket fog képviselni. A legfontosabb, hogy a nevünk fel van írva az élet könyvébe és a mennyekben. És hát csak azt fogjuk, figyelj, semmit nem hoztunk, mesztelen jöttünk, mesztelen megyünk ki ebből a világból. Mindannyian elmegyünk egykor, és erre számítani kell mindenkinek. Fájdalmas dolog ez, amikor elveszítjük a szeretteinket, de egyszer mi is sorra kerülünk. És tudod, mit fogunk majd felvinni? Azokat a gyümölcsöket, a szellemi gyümölcsöket, amelyeket itt teremtünk a Földön. És ez nagyon fontos. És ha nem tesszünk, nem hozunk gyümölcsöt, akkor hát itt van, azt mondja, Isten próbálkozik. És aztán Isten királyságából azt mondja, a szörös kertből, hát ha nem terem gyümölcsöt, akkor ne foglalja a helyet. Ez nagyon komoly. Hát mi szeretnénk gyümölcsöt teremni. Én nagyon félek az Úrtól. Én attól is félek, hogy ne vegye el a kenetet, a jó Isten, hogy tetszésére legyek, ezért keresem az arcát, hajlandó és engedelmes vagyok, és gyümölcsöt akarok teremni. Nem vagyok tökéletes, de a nyájat is arra nevelem, hogy mindenkinek igyekezzem, hogy Isten előtt megálljon, mint olymunkás, aki szégyentlen van, aki hoz gyümölcsöt, 30-60 vagy 100 annyit, és meg kell tanulnunk a jó gyümölcstermés titkát, hogy az Úr gyönyörködni tudjon bennünk. Mert ugye az Úr, ha hajlandó vagy és engedelmes, akkor meg fog tisztítani. Ez nem könnyű, olyan, mint a tűzben megpróbált aranyat veszünk. Ez nem könnyű, és jelen formáláson megyünk át. Amikor az Úr foglalkozik velünk, az nem egy jó dolog, de hasznos.
mert akkor megtisztulunk, és még több gyümölcsöt termünk. Amikor az ördög elkezd velünk foglalkozni, a tolvaj nem egyébért jön, lopjon, őjön és pusztítsa. Tudod, mit csinál? A gyümölcseidet ellopja. Elsősorban szeretettel kezdi. A megfélemlítés jön, az aggodalom jön, a kétség, a szegénység, a lopás, a viszálykodással mindent ellop, és egyéb. Tehát Isten kertjében nincs diszfa, mert azok nem gyümölcsöznek. Ugye? Ádám és Éva milyen fáról szakasztott? Hát akkor miről beszélünk? A fa, ami így van, hát amit ugye teremni kell. Milyen fa? Ezért mondtam, hogy hasznosak azok, amiket itt kellene teremnünk. Isten nem mondja, hogy kivág, de inkább azt mondom, hogy legyen egyel több gyümölcsfát. És ez a fa még élt volna, amit elátkozott Jézus, ez a fügefa. Nem volt az halott, de elvett fényt, meleget, vizet. És lefárasztotta a környezetét, a földből mindent kiszívott. Mi már megismertük az igazságot, gyümölcsöt elnünk, avval a gyümölcsből más is tud élni. Tudod, ha minket nem tanítottak volna meg gyümölcsöt teremni, akkor mi sem tudnánk másokat bátorítani és átadni ezeket a talentumokat. Hogy a feltételnek meg kell lenni persze, hogy jó gyümölcsöt hozzunk. De ez a fa gyümölcstelen volt, és az egyenlő halottal. És bizony előfordul ez, hogy néhányan szinte halottak a gyülekezetekben. Isten igéje nincs bilincsbe verve, és a megváltás az egy csodálatos dolog. A világ sóvárogva várja Isten fiának a megjelenését, de néhány felekezetben pedig leállítsák ezt a gyümölcstermést, mert kötésekben vannak az emberek. Te hozd ma döntést, te nem vagy kötésben, te egy szabad gyülekezetben jársz, ahol minden szabad ugyan nékünk, de nem minden használ. Ezért kell odafigyelni, hogy mit engedsz be magadba, és jó gyümölcsöt kell, hogy hozzá. Ezek a jó gyümölcsök Isten dicsőségére lesznek, és majd ezt fogjuk felvinni a szeretet, öröm, békesség és a szellemi ajándékokba, amiket magunkba építettünk. Ez lesz a mennyasszonyi ruhánknak az ékessége, és ez a szépség fog rajtunk ragyogni, Isten dicsősége, amit az Úrtól kapunk. Tehát Jézus a vincellér azt mondta, hogy hát atyám, igazad van, ez a fa 3 éve semmit nem termelt, de mégis adj neki egy esélyt. Jézus mindig irgalommal és kegyelemmel van az emberek irányába, és Isten azt mondja, igen, adok neked még egy esélyt, de hozzál gyümölcsöt. Hát milyen gyümölcsöt? Hát szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, mert néhányan újjászülettek, de nincs gyümölcs termés. A rügyek, pici rügy, nagyítóval kell nézni ezeket a szellemi gyümölcsöket az emberek életébe. Azt mondja az atyám, hogy én egy féltő, szerető Isten vagyok, és kegyelmezek az álnokságodon, a lustaságon, azon, hogy nem akarsz növekedni, nem akarsz fejlődni. Atyám, ma kérem a kegyelmedet itt a hallgatóságra, hogy gyümölcstermők legyetek, hogy az atyának, ami tetsző, 30-60-100 annyi gyümölcsöt teremjetek. Az egy nagyon fontos dolog, amikor akár egy proféta jött Chaplin, és valakinek azt mondta, egy jó magas szinten álló pásztornak, azt mondta, a 60-as gyümölcsbe vagytok. Ez megragadott engem 15 évvel ezelőtt. Valakinek mondták ott, hogy te már a 60% gyümölcsbe vagy, és most mész, lépsz feljebb és feljebb Isten dicsőségére, és engem akkor úgy megragadott, és azt mondtam, milyen szuper uram, hát én is szeretnék, én nekem is kell ezért tenni, én is akarok Isten dicsőségére gyümölcsöt teremni. Többé-kevésbé jól vagy rosszul, de igyekszünk erre a gyümölcsre, hogy elnyerjük az atyának a jó indulatát, az atya kegyelmét, hogy ne üresen menjünk a mennyországba. Mert ha nem termünk gyümölcsöt, akkor lehet, hogy esetleg be se jutunk a mennyországba, mert gyűlölködővé válunk, testivé válunk, és haragossá válunk, és tudjuk, hogy hát egy ilyen gyilkosnak nevezi a Szentírás, aki gyűlölködik állandóan.
nincs örök élet, és nem juthat be a mennyországba. Utolsó idők vannak, ez egy figyelmeztető időszak, és a figyelmeztetés időszaka van, hogy mindenki térjen meg, akár sírjon a ágyas házába, de térjen meg, és hozzon gyümölcsöt. Van esély mindenkinek, és az Úr ad új kezdést. Isten igében van jövő, mindig az Úr kegyelme minden nap megújul, van lehetőség, de sok ember nem tud hatást gyakorolni a gyümölcseivel másokra. Inkább az ágaival palástolja ezt. Miért? Mert az ágakkal elfedezik azt, hogy nincs gyümölcsük. Úgy néz ki, hogy hú, ők a legnagyobb. A szájukkal beszélnek, de cselekedet nincs mögötte. A gyümölcs egyszerűen nem terem, ha nincs mögötte hit, és nem lesz gyümölcs termése az illetőnek. Az ágakkal palástolják a gyümölcstelenségüket. Jézus miatt az Atya kedvezni akar mindenkinek. Egy új esélye, van kezdés, új kezdés, hogy megtérjen mindenki, és gyümölcsöt hozzon. Két dolog, ami okozza a gyümölcstelenséget, ha a gyümölcsök a Szent Szellem gyümölcse nem termet eddig. Akkor nézd meg, hogy mit nem tettél meg. Először is megkapálni azt jelenti körös körül, az Ószövetségben a körülmetélkedés volt, ugye? Az Új Szövetség pedig beszél a szívnek a körülmetéléséről, az igazi újjászületésről. Néhány ember azt mondja, hát én újjászülettem, én elmondtam imád, de nem vitte a szívébe. Nagyon sok emberű családokról tudom, hogy gépiesen elmondták, és nincs üdvösségük, egyáltalán nincsen. Ez a kapálás, amikor a szívet Isten körülmetéli, vagyis minden arról szól, amikor valaki hideg marad, ott marad a múltban. Minden, ami Egyiptomhoz köti, Egyiptom a múltat, a rabszolgaságot jelenti. A mi esetünkben Egyiptom jelképezi azt, amikor még nem születtünk újjá, csak megszülettünk, ugye testben, de abban a bűnben születtünk meg, Ádám és Éva felségárulása révén. Tehát el kell vágni, ami a múlthoz, Egyiptomhoz küld. Miért? Hogy gyümölcsöt tudjunk teremni. És ugye az Atyához kell indulnunk, és el kell vágni minden olyat, és minden olyan kapcsolatot, ami visszahúz, amely rosszat hoz. El kell vágni egyszerűen. Mi gyümölcsös emberekké akarunk válni, vagyis ami neked fájdalmat, nehézséget ad. Ezékiel 36:26 azt mondja, és adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, elveszem a kőszívet a testetekbe, és adok néktek új szívet. Tehát nagyon csodálatos ez, hogy mi gyümölcsöz emberek kell, hogy legyünk. Erre vár a világ, hogy lássák, és kérlek, hogy minden kapcsolatodat ellenőrizve. Mert a kapcsolat vagy előbbre visz, vagy visszahúz. És vannak, akikkel jól érezzük magunkat. És vannak olyan emberek, akik küldenek egy SMS-t, és egy egész napra, egy hónapra megvan az ima témám. Ez az igazság. És neked is van ilyen, nem? Akik úgy felizgatnak, hogy hajjaj, ugye? Van ilyen. Hogyne? És ezeket a kapcsokat körbe kell kapálgatni. És ha nem működik, akkor meg kell szüntetni. Van, amikor Isten kapcsokat távolabb visz tőlünk, és van, aki közelebb, van, amikor. A legtöbb és a legjobb gyümölcsfa mindig körbe van véve, akár jönnek a gazdók bozóttal, tüskével, és gyümölcstelenni akarja tenni a fát. Kint a világban is így van. Ha nem tisztítod meg a fát körös körül, akkor sajnos az életet fog elszívni a fáról. Rólad is. Annak, aki még a burjánt és a tüskét is meg akarja hagyni a fa körül, mert sajnálja. Hát az ember nem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. Azt mondják, ó, ne bántsátok ezt. A lényeg az, hogy Isten gyümölcsöt akar a te életedbe és mindannyiunkba, és itt már felnövekedő keresztények vannak. És a plegykálkodás az nem egy jó dolog. Az nincs a szellem gyümölcsébe, sem a kipellengérezések. A világiak és a gyümölcstelenek használják, és a világ használja. Minden szabad nékünk, de nem minden használ. Én inkább építeni akarom magam, a családom, a gyülekezetemet. És te is. És aki... Lehet, hogy azt mondod, ó, hát akkor, ha nem válaszolok neki, mit fog mondani az az illető? Hát akkor félsz emberek. Te azt fogom mondani, hogy áldott légy. Dicsérem és magasztalom, nincs más mondani valom. Szeretem Istent és dicsérem, és nekem ez a témám. Kész. És ezzel leállítottad. Vedd fel a kezed, dicsérem az Urat, hálát adok. Isten azt szeretné, hogy megtárgyázni a következőt. Tehát megkapálod ki onnan a gazokat. És a fa tápláléka trágyázás a keresztényeknek nagyon fontos. Milyen táplálékot eszünk? A mérgezetet, akkor
az méreganyag fog, figyelj, ha mérges vagy, és felmérgesítenek, akkor a méreganyag meg fog mérgezni. Még rá, ha igét teszünk, akkor viszont gyümölcsöt fogunk teremni. A halhatatlan magokat fogod magadba, akkor halhatatlanná válsz. És az fog kikelni. És nem lehet gyümölcsöt teremni, ha nem vetettél le. Tehát tápláljuk magunkat, nem csak kenyérrel élünk, hanem minden Isten igéjével. És nincs termésvetés nélkül. Először keressük Isten országát és az ő igazságát. És Isten is ugye mindent meg fog adni. Tehát minden lehetséges nekünk. Isten gyümölcsöt akar az életekben. Jézusnak másnapra kiszáradt a fa. Isten fia nem fogadta el a gyümölcstelenséget. Ez jelen esetben arra vonatkozik, hogy valóban Isten arra hívott el téged és engem is, hogy gyümölcsöt teremjünk. Tehát Jézus a palázna asszonynak nem azt mondta, amikor elővitték, mert ott volt hamisság. Mert ugye a paráznákat abban az időben megkövezték. De Jézus elé egy parázna nőt vittek, és a férfi nem volt ott. Ott már lehetett látni, hogy hamisság, hogy képmutatás van. És Jézus nem azt mondta neki, hogy hát száradjál ki tövestől, te asszony. Pedig a farizeusok nagyon örültek volna neki. Egy embernek sem mondta Jézus Krisztus, hogy száradj ki, hogy többet ne vétkezz. Vagyis térd meg, és többet ne vétkezz. Hogy a gyümölcsöd növekedjen. És nem plekkálkodunk, nem beszéljük el a gyümölcsünket, ez mind visszahúzza. Visszahúzza. Mi nekünk gyümölcsöt kell teremni. 30-60-100 annyit. Hívve kell növekedni. Abban a percben nincs 100%-os gyümölcs. Figyeljétek, nem esik ránk úgy a gyümölcsök. Nem ad kenetet, bölcsességet, kijelentést, anélkül, hogy minket meg ne próbálna. Hogy mindig amennyit kapsz, abba vagy megpróbálva. Ha kicsi hű vagy, akkor többre visz Isten téged ezután. Tehát vigyáznunk kell, nem úgy van, hogy na azért, mert 20 éve itt vagy, akkor kapsz 100 annyi gyümölcsöt. Isten kecskéket nem kell fel, csak az engedelmeseket, akik hajlandók és engedelmesek, és megteszik azt, amit az Úr akar. Ennek engedelmesség az ára, hogy mi gyümölcsöt teremjünk. Isten felé engedelmesség. Ami kicsik voltunk, Isten sok mindent elnézett. És a múltnak a dicsőségéből ma nem tudunk élni. Minden nap egy új hit, egy új kezdet kezdődik nekünk. A terméketlen fügefát megátkozta, hogy soha senki ne egyen gyümölcsöt róla. Vagyis aki nem hajlandó gyümölcsöt terem, az átok. Nem tudom már szóval. Az átok az, hogy megdől, hogy nincs gyümölcs, hogy száraz, hogy ott nincs semmilyen előre haladás, előre lépés, ugye? Isten nem dísznövényeket hozott elő. Volt levele ennek a fának, de gyümölcse nem volt. A külsőség Istent egyáltalán érdekli. Hát látjátok, Jézus hol született meg? Egy istállóban. Hogy szült Mária? Az állatok között, a bűzbe, a minden nehézségbe. Gondold el, született meg Jézus. Isten nem érdekli a külsőség. A legkisebb földrészt választotta. Azt a icin-picin Izraelt, ami pár kilométer az egész. Ott is ugye azt az istállót. Nem tisztelte meg Máriát annyira, mint sőt, a fiát sem, hogy valami nagy pompába helyezze őt. Most a pompába van, de előbb neki is be kellett futni és végezni a futását. És minket sem egyből a tízezes gyülekezett az Úr. Meg vagyunk próbálva, hitről hitre, szintről szintre, és így fogunk gyümölcsöt hozni. A próbák után Isten mindig ad kicsivel többet. Ha kicsin megállunk, akkor kapunk kicsin többet gyümölcsöt. És ez így van. A külsőség nem érdekli Isten. A mi szívünket viszont érdekli a külsőség. Nagyon is adunk rá. És lehet, hogy kívülről jól nézünk ki, és sok ember nagyon fes, nagyon jól néz ki, de mi van belülről? Hajjaj, ha rájössz, amikor túlcsordul a pohár, ezt csak akkor tudjuk meg. Amikor képmutatók az emberek, és a poharuk megtelt, akkor tudod meg. Lehet, hogy kívülről úgy néz ki, hogy szuper, szupermen, szuperasszony. És minden csodálatos körülötte. És odaadtad mindenedet neki. És amikor kicsordul a pohár, akkor tudod meg igazán, kivel álltál szembe, és hogy milyen gyümölcsei vannak, és akkor azt mondod, hogy Istenem, hát ennek nyitottam én meg a szívemet. Tehát ne elégedj meg azzal, hogy kívülről jól nézel ki. Vizsgáld meg, hogy mi van belül a szívedben. Mi akadályozza a gyümölcs termést. Ne elégedj meg azzal, hogy vannak ágaid. És azok szépek. Ez egy palás néha. Isten többet vár el tőlünk. Sok gyümölcsöt. És nem volt gyümölcsérés ideje, írja az ige. Akkor miért keresett Jézus gyümölcsöt? Két okból. A fügefa nem hullatja el a termését, mint az almafa vagy a szilvafa.
A fügefán ott marad a termés, ha gyümölcs kellett volna, hogy legyen rajta, és rajtunk is. A levél ott volt, de semmi gyümölcs nem volt. Ugye, akkor maradjunk a Bibliánál, mert a Biblia ezt írja, hogy Jézusnak nem volt tetsző az a fa. Jézus megvizsgál mindannyiunkat. Tetsző volt? Nem. Nyilván azért átkozta el, hogy ne legyen rajta a gyümölcs. Két idő van. Az egyik az Isten idő, és a másik a mi emberi időnk. Emberi szempontból nem volt gyümölcsérés ideje. Nekünk össze kell hangolódni Istennel. Például a gyümölcs egyik része az öröm. És amikor kell örülni? Azt mondja az igen, mindenkor. Ha bár úgy lenne, Uram, de szuper lenne. De tudnám értékelni a szellemnek ezt a gyümölcsét. De ahhoz, hogy az öröm gyümölcse jól működjön az életünkben, hát az csak hanyadik gyümölcs. Szeretet, öröm, békesség. Ahhoz nagyon kell szeretni, hogy minden nap tudjunk örülni, ám. Mert jönnek elénk gonosz emberek is. Ha ott a gyümölcs, akkor tudunk örülni. Ha nincs még gyümölcs, akkor be kell mosakodnunk az igébe. És te döntöd el, egyedül mindenkinek szabad akarata van, neked is, nekem is. És mi döntsük el, hogy termünk-e gyümölcsöt, vagy nem? Vagy nem sértődök? Nagyon sokan megálltak a gyümölcs termésbe, mert elmentek. Azt mondták, nem tovább. Ez már nekem nem megy, mert ez nekem előfeszítés. Én nem akarok szeretni embereket, vagy nem akarok hídben járni. Ez az ő döntésünk. Mi közöm hozzá? Ezt az Úr vizsgálja, és az Úr előtt áll meg mindenki. És hát ott a szeretet. Mikor kell szeretni? Mindig! Az emberének mindig gyümölcsözni kéne. Ezek az örökkévaló gyümölcsök. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Tudod, mikor leszel mértékletes? Ez az utolsó gyümölcs. Mégis mindenkit megpróbál. A gyenge pontján keresztül. Tudod? Mikor vagy mértékletes? Valamikor elég volna egy fagyi. Egy gombóc, és hármat eszünk. Elég volna egy süti, mégis 5-10 megeszünk. Ahhoz, hogy a mértékletességig eljussunk, vagy bármely gyümölcsöt, az első gyümölcs a szeretet. Észre kell lenni az Úrra, hogyha jön, gyümölcsöt lásson rajtunk, és az egészséges gyümölcs az soha nem szokott lehullani, nem? Le szokott hullani az egészséges gyümölcs? Hát akkor erről van szó. És tudjuk, hogy a fa nem volt felkészülve a Jézussal való találkozásra. És igenis, amikor erre készültem, hogy egyáltalán milyen befolyások érhetik a mi gyümölcs termésünket, és ha veszünk egy gyümölcsöt, és látjuk, hogy leesett. Kívülről gyönyörű. Vannak olyan almák, hogy gyönyörű. Csak úgy szólongat, hogy együk meg. És elvágod, és borzalmas, tiszta rothadt belül nem lehet megenni. Klónozott, vagy megtámadta valamilyen almabogár, támadja meg. Tehát hogyan lehet jó gyümölcsöt teremni? Sokat. Alatt a 6-7-8, ha ne tévejegjetek, Isten nem csukoltatik meg, mert amit vett az ember, azt is fogja aratni. Mert aki vett az ő testének testéből, arat veszedelmet, aki pedig vett a szellemnek szellemből, az arat örök élete. Tehát hogyan működik az ige? Az oltás által úgy, hogy a nemesebbe oltják be a kevésbé nemest. És minket, ugye, hát ilyen ágakat, úgy is mondhatnám, vak ágak, vagy nem tudom most, hogy fejezzem, és nem vagyok a mezőgazdasággal teljesen képbe, de a vak ágakat beleteszik a nemesbe. És miért? Hogy a nemesnek a természete átjöjjön, ugye, abba, ami nem elég nemes. Hát Isten elég nemes, ugye? Egy oltás történik, amikor az ember megtér Krisztus Jézusba. Hogyan? Hitáltal. A kereszténységbe van oltva Krisztusban, a nemesben, ugye egy új termés van, egy új teremtés jön elő. Ami nincs beoltva, szúr. Minden beoltás után, aki vet a testnek, vagy vet a szellemnek. Hova vetünk? Hova vetettél az elmúlt időszakban? Hát hagyd a visszáit, hagyd az aggodalmat, hagyd a félelmet. Minden, ami a szellem gyümölcsét építi, abban kell növekednünk. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. De hát akkor a jóságot is nézhetünk, hetedik gyümölcs. De első gyümölcs mindig a szeretet. Nincs felcserélés. Első a szeretet. Világot úgy szerette az atyán, hogy az egyszülött fiát küldte, hogy senki el ne vesszen. Jézus hajlandó volt és engedelmes. Nem automatikusan jön a gyümölcs termés. Minden beoltás után, amikor megtérünk Krisztusban, van lehetőséged neked is, nekem is, hogy gyümölcsöt teremjünk. De abban nincs benne semmi irigység,
viszálykodás, amit a világban gyakoroltunk. Hát ne tagadjuk meg, voltak a világban dolgaink, mindenkinek, nincs itt kivétel. És minden, ami volt, hát levetettük azokat a szennyes ruhákat, és már igyekszünk, sőt, ha még ha valami bűn is elfogja az embert, atyám fiai, a szellemünk már, mint egy óramű fogja mutatni valami. Valami az el fog kérni tőled valami. Leállítsa a gyümölcs termésedet. Nem automatikus, hogy te azért, mert ide jársz, de ha nem gyakorlod az igét, vagyis a hit cselekedetek nélkül meghord, nem lesz gyümölcs termés. És mindig kicsit lépünk előre. Halljuk az igét, az atya figyel, mindenkit figyel, hogy megcselekedjük-e. Amíg nem cselekszed meg, és ha nem vagy tanítható, nem lesz gyümölcsöd. Ezt mondom, ezt nem én mondom, az atyám. És ezt mondja az ige. És ott lesznek a tövisek. Akkor valaki azt mondja, hogy a fa körül még a tüskét sem szedjük ki. Hát nézd meg, milyen lesz a fát. Akkor nézd meg, az életed fája. A tüskéktől meg kell szabadulnunk. És a bogáncsoktól. És minden olyantól, ami akadályozza a mi növekedésünket, fejlődésünket. Mindannyiunknak van egy személyes felelőssége, hogy milyen gyümölcsöt teremjünk. És ezért nem mi vagyok felelős, de még a szomszédot se, de még a férjed se. Mindannyiunknak a saját, se a gyereked. Bármit okoznak neked, a saját gyümölcs termésedért, a gyümölcseidért te vagy a felelős. Hogy hogyan hallod, hogy hogyan cselekszed meg, hogy hogyan tudod leküzdeni, hogy hogyan tudsz megbocsájtani, hogy hogyan tudsz a szeretetben tovább lépni. Ez személyes dolog. Ez a te egy személyes fejlődésed, növekedésed, a te gyümölcsödért, a te életedért, te vagy a felelős. Tehát mindenki ezért a legtöbbször megtaláljuk, hogy ki a hibás a mi életünkben, és ki akadályozta meg, hogy gyümölcsöt teremjünk. Mi magunk. Mert ránk nézve, amikor majd meg kell állnunk az Úr előtt, találjunk a lázadban, persze nem ítéletet fogunk kapni esetleg, nem tudom, dorgálást, vagy nem tudom mit, vagy milyen gyümölcsöt fogunk kapni, milyen jutalmat, de az Úr azt fogja vizsgálni, hogy mi mit tehettünk volna abban a helyzetben. És lehet, hogy növekedhettünk volna, lehet, hogy fejlődhettünk volna, de helyett mi nem tettük, és inkább elhagytuk a színteret. Tehát mindenkinek a saját cselekedete fogja majd a gyümölcsét növelni, vagy csökkenteni. Isten odaadta a gyümölcsöt. Isten nem felelős érte. A Szent Szellem gyümölcse minden embernek van, aki újjászületett. És hogy ő mit tesz ezután bele, az az ő dolga. Isten meghagyja a szabad választást. Ha nem akar szeretni, azt is meghagyja. De akkor nem lesz örömed az Úrban, nem lesz békességed, nem lesz hosszú tűrésed, nem is leszel jó. Mert általában a világban nem annyira jók az emberek. Tisztelet a kivétel. Amikor megtérünk Krisztusban, ez nem automatikus, hogy azonnal, azért mert 5 éve jársz, 10 éve, 15 éve, hogy automatikusan, akkor te most már mindenféle privilégiumokat élvezel. Itt elismerő emberek vagyunk, és meg kell cselekedjük az igét. Ja, hát atyám, hogy bántak velem az emberek? Akkor is meg kell bocsájtani. Jézusa, hogy bántak az emberek? Még a tanítványai is elfutottak tőle. És mégis megbocsájtott, és azt mondta a kereszten, hogy atyám, nem tudják, mit csinálnak. Egy igazi gyümölcstermő volt. Neki aztán volt gyümölcse. Nekünk is kell növekedni és fejlődni. Meg kell térned. Nem automatikus. Személyes felelősséged van neked, neki, nekem és mindannyiunknak. Hát ne győzettessél el gonosztól, nem a gonoszt, jóval győz le, ugye Róma 12:21 mondja. De van, aki régóta jár gyülekezetbe, savanyúba, savanyú szőlőnél. Hogy lehet ez? Hát tudod miért? Mert a vadhajtás nő rajta, a régi fán. Hát akkor mit csinálna? Az úr mit csinál? Mert nem tudja használni. A vadhajtással mit kezdjen? Azért vágják le a vadhajtást a fákról, hogy életet és a nedvet ne vegye el, hanem fényt és életet annak, aki él, aki akar gyümölcsöt teremni. Hogy a nemes nőjön. A gyümölcsöt tud teremni. És az óember is, az új ember is, ez a te felelősséged és az enyém, hogy milyen gyümölcsnek adunk helyet. A tékozla fiú magába szállt, a Lukás 15-17 szerint, hogy magunkba kell szállni. És akkor is, ha nem tudunk megbocsájtani, mert néha annyira megsértenek az emberek minket, annyira meg tudnak bántani, ez az ördög munkája, hogy úgy néz ki, hogy add fel, hogy ne is gyümölcsőzzél, hogy ne gyümölcsőzzünk, hogy nem is érdemes.
de egy gonosz ember miatt, vagy egy gonosz szám miatt, vagy egy megtéretlen szív miatt, mert azt gondolom, hogy nincs is megtérés annak az illetőnek. Nem érdemes nekünk azért mostan belebetegedni. Ha nincs megtérés abba az illetőbe, akkor mit sajnálkozunk már rajta? El kell engednünk, és nincs tovább, nincs gyümölcs termése, akkor csak lehúzza a közösséget, a családodat, a házad népét és mindent. Fájdalmas dolog. Fájdalmas, mikor jön az ura ollóval. Jó pár mennyigét levágott rólatok is. És én tudom, hogy veletek is foglalkozik. De ha nem vágná le a vadhajtást rólunk, az új ember elveszne. Ó, ember fel akar kerekedni. A szellem a testtelen, a test pedig a szellem ellen. Úgyhogy várjál, gyümölcs termés. Óra, meg akarok változni. De még mindig jobb, ha az árvakat vágják le rólam, mintha egyszerűen a fámat kivágnák. Én nem akarom ezt. És hiszem, hogy te sem akarod. Én nem dolgoztam hiába az Úrnak, az embereknek, és nem dolgoztam hiába azért, hogy Isten dicsőítessem itt a gyümölcseimmel. Utolsó idők vannak, vigyázzon mindenki a cselekedeteire, a gyümölcseire, mert a sátán meg tudja a körülmények által a gyümölcseidet rondítani, betegíteni, megférgesíteni, és ha leesik a fáról, és szétessék, ezt nem akarjuk. Van hatalmunk győzni, mi nem a testnek vetünk. Úgyhogy nem duzzogunk, mert aki vet a testnek, arat a testnek. Vége a duzzogónak. Ne engedd a konkolyt be. Csak ami hasznos és szükséges az építésre. Ne gyűjtsd a keserűséget, az aggodalmat, a meddőséget fogod hozni ezzel. Válogass meg a barátaidat, és mindazokat, hogy hogy viselkednek veled. Hát vigyázzatok, és imádkozzatok. És jó gyümölcsöt teremtetek. Dicsőség Istennek.